A karácsonyi könyvvásárra a Szent István Társulat megjelentetett egy kötetet, ami a Leborulva áldlak címet viseli. Ennek a tanulmánygyűjteménynek az eucharisztika a témája, és a Szent István Akadémián korábban elhangzott előadásokat foglalja magába. Az egyik tanulmány az a Bátai Szentvér kegyhely és a Bátai Eucharisztikus csodával kapcsolatos. Két évvel ezelőtt, amikor a Szent István Akadémián elkezdték az eucharisztikus kongresszus kapcsán ezt a történeti előadássorozatot, akkor az első előadásra engem hívtak meg, és a Szentvér kegyhelyekkel kapcsolatban tartottam egy előadást. Nyilván ebben a kötetben a teljes előadás anyagát nem tudtam leírni, viszont úgy gondoltam, hogy a magyar vonatkozásait mindenképpen kiemelném, és a Bátai kegyhely, illetve az eucharisztikus csodáról, hogy jelen pillanatban ma mit tudunk, és ha röviden néhány mondatban szeretném összefoglalni, akkor tulajdonképpen két dolgot kellene elmondanunk. Az egyik az, hogy nem ismerjük a csoda keletkezésének időpontját, viszont nagyon közel tudunk hozzá a történeti források segítségével jutni. Ennek az oka pontosan az, hogy van a Bátai apátság történetében egy olyan forrás nélküli másfél-két évtized, amikor egyetlen egy forrás, tehát egy olyan apátság történetéből, amely előtte is, utána is jól adatolhatók az évek, van másfél évtized, amelyről egyetlen egy forrás nincs, semmi nem történt. Nyilván biztosra vehető, hogy az eucharisztikus csoda ebben a másfél évtizedben történt. A hallgatásnak pedig minden bizonnyal az volt az oka, hogy a zárt élethez szokott szerzeteseknek fel kellett dolgozniuk a tényt, hogy a csodára mindenki kíváncsi lesz. A boldog szemlélés évei voltak ezek, mint az apostolok számára a Táborhegyen töltött idő. Fel kellett dolgoznia a konventnek, hogy vége a nyugodt monasztikus életnek, hiszen a csodát mindenki látni akarja. Először a kegyúr, maga Lajos király, aki 1359-ben a délvidéken viselt hadat, és húsvét hetében a környéken tartózkodott. Minden bizonnyal maga is meggyőződött a bátán történtekről, sőt az apátságot védelmébe is vette. 1359 az első adat, amikor Lajos király bátán jár, Nagy Lajos király bátán jár, amely egyértelműen utal arra, hogy az 50-es években történt a csoda, és az 59-től tulajdonképpen már uralkodói zarándoklatok indulnak meg Bátára. Ez igaz Lajosra, leányára Mária királynőre, Zsigmond király idejéből már tudjuk, hogy ő már búcsúengedélyt kér a bátai apátság számára. Tehát ez az egyik szál, amely időben behatárolható. A másik jelenség, ami talán még izgalmasabb, hogy tulajdonképpen mi történhetett Bátán, ebben pedig az segít bennünket, hogy a középkori leírások nagyon gyakran a bátai eucharisztikus szentvérerekét sanguinolens hostiának nevezik, vérző ostjának nevezik. Ez azt jelenti, magyarra fordítva is, hogy a vérzés folyamata az egy állandó jelenség volt, amelyet az emberek folyamatosan láthattak, akik ide zarándokoltak, akár 10 év múlva, 100 év múlva, vagy 150 év múlva is ugyanabban a formában látták, mint amikor az eucharisztikus csoda történt. Ilyen eucharisztikus szentvérerekjék egyébként máshol is vannak a világban, ahol megmarad a vérnek az eredeti színe és állapota. Ugyanakkor azt is kiemeltem ebben a tanulmányban még, hogy nem elhanyagolandó az eucharisztikus színek közül a bornak a kérdése. Ugye akkor, amikor a pap kezében az ostya vérezni kezdett, vajon mi történt a borral? Vajon az is vérré változott-e? És erre nagy valószínűséggel azt kell válaszolnunk, hogy Bátán igen, tehát ugyanaz történt, mint például Itáliában, a híres kegyhelyen Lanciánóban, ahol a kenyér hússá, a bor pedig vérré változott, hasonló dolog történhetett, hiszen előkerült a 90-es években egy olyan kő, amely egy olyan kelyhet ábrázol, amelyikből, mintha valami ömlene, vagy párologna, vagy buzogna kifele. Tehát nyilván ez a vérnek, tehát azt akarta ezzel kifejezni ez a nagyon egyszerű kőfaragó, ahogyan például a kehelyben a bor vérré változott. A könyv híre persze eljutott bizonyos helyekre, többek között a Vatikán Rádióhoz is, aminek hosszú levelezés után az lett a vége, hogy a kiadványból készül egy riportsorozat is, ami a pápai székhely magyar nyelvű adásában lesz hallható.
Maga a tanulmány az nem alkalmas arra, hogy egy rádióriport keretében ismertessük, ezért arra kértek bennünket, hogy készítsünk egy körülbelül 5 perces rövid összefoglalóját ennek a tanulmánynak, amely alkalmas arra, hogy egy rádió riport keretében a hallgatók számára is sugározva legyen. A kegyhelyet, amely a magyarság megtartó ereje volt a fokozódó török támadások idején is, az ellenség 1539-ben megsemmisítette. 10 000 embert hurcolt el innen, s a Szentvér erekje is megsemmisült. A kegyhely azonban az 1938-as eukarisztikus kongresszus évében újjáépült. Hirdeti Jézus szeretetét, felmutatja eukarisztikus jelenlétét, őrzi szentséges vérének tiszteletét, és az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus évében szeretettel várja mindazokat, akik ma is segítséget kérnek tőle.